A megállapított tényállás szerint a vádlott 2015. június 14-én a nyíregyházi vasútállomáson ismerkedett meg egy férfival, akit kávézni hívott. A nő, aki a tárgyaláson hozzájárult, hogy arcát is mutassuk, egy kitalált ürüggyel félrevonult és a férfi kávéjába erős nyugtatót kevert, majd a közeli parkba hívta. A parkban a sértett a gyógyszer hatására elbódult és elvesztette az eszméletét, a nő pedig elvette a telefonját, nyakláncát, készpénzét, összesen 176 ezer forint értékben. A bíróság a tárgyaláson nem fogadta el a nő védekezését, valamint a büntetés enyhítésére, illetve a felmentésre irányuló vádlotti és védői fellebbezést sem hagyta jóvá. A rablás büntettenél ellen indított bűnügyben a nyíregyházi járásbíróság ítéletét a törvényszékhelyben adja azzal, hogy a büntetés végrehajtási intézet tartózkodási helyként való feltüntetését megőrzi, és az elsőfokú bíróság 2016. május 25 napján tartott az ügyben tárgyalást. Az elsőfokú ítélet kihirdetésétől a mai napig előzetes letartóztatásban töltött időt és beszámítja a kiszabott szabadságvesztés büntetésbe. Az elsőfokú határozatban meghozott 3 év 6 hónap börtön mellett a 4 év közügyektől való eltiltás mellékbüntetést is helyben hagyta ítéletében a nyíregyházi törvényszék.